Köszöntjük a Loki Blog hallgatóit, sziasztok! Ez itt a 2017-es év első Loki Blog podcastje, és elég komoly témákat fogunk ma érinteni. Elég nagyívű lesz ez a mai adás, úgyhogy készüljetek fel egy hosszabb podcastre. Nem csak én vagyok itt jelen, itt van még velünk Anderson. Sziasztok! Juvefan. Üdvözlök mindenkit! Látens. Sziasztok! Redboy. Sziasztok! És Sid. Üdv mindenkinek! Tehát hatan vagyunk itt. Azt kérném mindenkitől, most én nem is szólítanék fel senkit úgy név szerint, hanem menjünk így egyesével, hogy milyen érzéseket fűztök mostanában a DVSC-hez, mennyire követitek napi szinten figyelemmel a Lokit, mennyire van a gondolataitokban az, hogy egy hét múlva a Ferencváros ellen megkezdődik a tavaszi szezonunk. Nyilván így a tavaszi szezon közelettével egyre több gondolatunk kötődik a Lokihoz. Azért most a hétvégén már egy főpróbát tartottunk a Békés Csaba ellen, előtte is azért az Atlantik kupán láttuk a csapatot játszani. Azért valljuk be, hiányzott már a magyar foci, még hogyha tudjuk jól, hogy nem is az a szint, ami össze nem hasonlítható egy top bajnoksággal, de tudjuk nagyon jól, hogy csak a miénk, és így is várjuk. Úgyhogy én személy szerint már várom a kezdést. Az más kérdés, hogy az előérzeteim azok nem túl jók. Nyilván itt azért nagyon-nagyon nagy kulcskérdés lesz, hogy hogy kezdjük ezt a tavaszi menetelést, nagyon nehéz a sorsolásunk, és könnyen beragadhatunk a rajtnál, és sajnos azért benne van az a forgatókönyv, hogy a szezon végén nem biztos, hogy örülni fogunk a végső helyezésünknek. Mehetünk sorban többiek, milyen érzéseket éreztek mostanában a Lokival kapcsolatban? Vagy gondoltok-e egyáltalán arra, hogy jön a tavaszi szezon? Nekem eléggé ambivalensek az érzéseim. Néha rövidebb időszakokig bizakodónak érzem magam, de aztán mindig szembesülök a valósággal, ez a probléma. Most is jól hangzik ez a mai igazolás, gondolom, majd úgy is beszélünk róla, de aztán, hogyha mögé nézünk, majd meglátjuk, hogy mindaz, ami esetleg most pozitívnak tűnhetett az elmúlt időszakban, egy-két dolog talán volt, az tényleg mire lesz elég. Egyébként most már egyre jobban várom azt, hogy újra legyenek meccsek, bár előre látom, hogy amikor már lesznek, kevesebb örömöm lesz bennük. De azért jó lenne már újra tényleg meccsre menni, még hogyha nem is akkora élmény mostanában. Én egyébként talán még jobban is várom most a tavaszi szezont, mint mondjuk nyáron vártam az őszi szezont. Szimplán azért, mert hát ugye Pontes Mesternek most volt egy teljes felkészülési szezonja végre. Fel tudta normálisan készíteni a csapatot, aztán nem tudom, én többekkel ellentétben kicsit bizakodóbb vagyok, és hát függetlenül a felkészülési meccsek játékától meg eredményeitől, én valahogy pont azt érzem, hogy talán jobb tavaszunk lehet, mint amit várunk. De hát aztán majd persze kiderül, hogy igazam lesz. Szokatlan érzés most a tavaszi szezonra készülni, én így érzem. Igazából mindig nyugodt voltam, amikor az elmúlt 10-15 évben, amikor a szezonrajtokra készültem, vagy a tavaszi szezonokra. Én eléggé aggódom, és ez az a szokatlan érzés, amit már régen nem kellett érezni. Hát bízok abban én is, hogy Pontás azért össze tudta rakni a saját csapatát. Erőnlétünk sokkal jobbnak tűnik, mint ami azért a télen volt. Hát nehéz meccsek jönnek az elején, úgyhogy ott kellene egy-két bravúr eredményt elérni, hogy megkapjuk azt a töltetet, ami segít utána behúzni a könnyebb meccseket is. Bízunk benne, hogy jobb eredmények fognak kisülni ebből, mint amit most így előre talán remélni merünk. Én is várom a tavaszi szezont, és én is körülbelül amiatt, mert bízom azért Pontesben és az ő szakértelmébe, és abban, hogy őt így hagyták dolgozni tovább, ez akár még jó is lett a tavaszi szezonunkra nézve, és hát én jó néhány
meglepetés eredményt várnék tavasz a csapattól, akár már Fradi ellen is. Én pedig nagyon nagy zavart érzek, és nem csak az erőben, hanem az egész klubról, hogyha beszélünk, az egész csapatról, hogyha beszélünk. Én kicsit olyan zavarodott vagyok mostanában, meg úgy az egész helyzetet zavarodottnak érzem. Nagyon-nagyon megoszlanak a szurkolók között a nézőpontok, az álláspontok egy-egy témával kapcsolatban. Nagyon megoszlanak azok, hogy milyen klubhoz kapcsolódó dolgokat hogyan ítélünk meg, és hogyan nézünk, és ez egyértelműen annak jel, hogy igazából nem tudjuk hova tenni azt, ami most az elmúlt napokban történt, illetve ami mostanában vár a csapatra. Nagyon-nagyon régen volt ilyen helyzetben a DVSC, nagyon sok olyan szurkoló van, aki még nem volt ilyen helyzetben a DVSC-vel kapcsolatban, és mindenkiben ez máshogy tolul fel, máshogy jelenik meg. Úgyhogy még én is keresem azt, hogy most a DVSC-nek hol is van a jelene, és hol is van az a helyzete, ahol tényleg jogos lenne az ő szereplése. Egyszer azt érzem, hogy hát ez szánalmas, hogy itt vagyunk a 10. helyen, máskor meg azt érzem, hogy de hát a mutatott játék az egyszerűen ezt indukálja, és így valamilyen szempontból ez természetes. Egyébként valahol ott mélyen legbelül nagyon is várom a következő pármérkőzést. És akkor kezdjük is el gyakorlatilag így a kis bemelegítő kérdésünk után. Beszéljünk először az átigazolási szezonról, hogyha már Anderson így beharangozta nekünk. Szerintem Juve van téged kérnélek meg arra, hogy egy picit összegezd az érkezőket, illetve távozókat, nem, hogy nem tudnánk, hogy pontosan kik az érkezők, kik a távozók, de azért így egy picit összefoglalva mégiscsak jó lenne hallani. Már alig vártam, hogy megkérdezz tőlem a nagy transfer szakértőtől ezt a kérdést. Nos, elég mozgalmas a sikeredett ez a téli átigazolási időszak. Ugye még december közepén elköszöntünk Bobkótól és Vittektől. Majd a felkészülési időszak elején további 5 játékos távozását jelentette be a klub. Ugye Kuti, Szakály, Balog János, Castillion és Gyelmics. Utóbbi 3-ról azért kiderült, hogy még mindig a klubnál vannak, és érvényes szerződésük van. És mivel nem tudták őket eddig, és hát véletlenül a későbbiek sem értékesíteni, ezért a Deacnál fognak edzeni és játszani. Így pedig, hát gyakorlatilag a két légiós az adott esetben foglalhatná is a légiós helyet, de van egy olyan szabály, hogy ha nem kérjük ki a játékengedélyüket, akkor nem foglalnak el légiós helyeket, tehát ilyen szempontból nem valószínű, hogy korlátozni fogják a lehetőségeinket. A másik két említett játékos ugye Szakály és Kuti, hát Szakály eligazolása volt egy kisebb, ami nagyobb port kavart. Azért mégiscsak 9 évig itt játszott, csapatkapitány volt, ő ugye a Puskás Akadémiánál kötött ki, míg Kuti ugye Cigánra igazolt, csak úgy, mint Sándor Tamás fia, ifjabb Sándor Tamás, aki szintén a Cigán együtteséhez került. Rajtuk kívül még Mészáros Karol az, aki elköszönt a Lokitól, egyelőre csak ideiglenesen őt kölcsön adtuk a Haladáshoz. És hát az érkezők oldala még a mai nappal is bővült, ugye. Kezdjük azzal, hogy több fiatal is felkerült az első kerethez, illetve kölcsönből visszatért. Ugye Varga Kevin Balmazújvárosról, Barna Szabolcs Nyíregyházáról tért vissza, illetve Nagy Kevin, Koval Viktor, Kerekes Krisztián és Csősz Rihárd volt az, akik felkerültek a felnőtt kerethez. Majd később még ugye Bíró Péter és Kóródi Nándor is csatlakozott a névsorhoz, őket elvitte Pontes ugye az edzőtáborba. Aztán jöttek az érkezők is szépen sorban, ugye először Mengoló érkezett, aki legutóbb a Levszki Szófia játékosa volt, de hát gyakorlatilag egy éve nem játszott tétmeccset, és hát elég korán meg is sérült, nem is tudjuk, hogy mi van vele. Majd ugye érkezett a Vasastól Osváth Attila kölcsönbe fél évre. Ő ugye egy fiatal jobboldali védő, aki egy súlyosabb sérülés miatt az elmúlt hónapokban nem tudott játszani. Nem tudott visszakerülni a Vasas kezdőcsapatába, pedig annak idején még Ben Stork is behívta őt a válogatott keretébe. Nem titkolt szándéka Osváthnak, hogy felépítse újra magát Debrecenben, de hosszabb távon ő a Vasasban képzeli a jövőjét.
Majd pedig a edző táborozás során írt alá gyakorlatilag Frank Felcser és Iván Kelava. Előbbi ugye egy támadó középpályás, egy szélső, aki legutóbb Cipruson futballozott, egyébként egy 13-szoros venezuelai válogatott játékos, míg Kelava ugye horvát származású kapus, megjárta már a Szérie A-t és a spanyol bajnokságot, és legutóbb a Granada keretéhez tartozott, de hát tétmeccset nem nagyon játszott. És hát jött ugye Haris Hanzic, aki a Rijeka, a horvát bajnokság éllovasának csatára volt. Ő se nagyon játszott idén, gyakorlatilag ott kiegészítő ember volt, hát itt meglátjuk, hogy mire viszi majd. És hát ugye most hétfőn jött a hír, még kora délelőtt, hogy kinéztünk egy dél-koreai támadót, Hyun Yun Sukot, majd pedig délután be is jelentette a DVSC, hogy fél éve kölcsönvettük őt a Portótól. Azért is pikáns ez, mert egyrészt ő az első ázsiai légiósa a DVSC-nek, másrészt pedig ugye a 2,7 millió eurós értékével az NBA egy magasan legértékesebb játékosa lett, és tudjuk, hogy a második legértékesebb játékos is nálunk játszik Tőzsér személyében, tehát ilyen szempontból elég jól állunk. Úgyhogy egyelőre ez a névsor, ami a távozók és az érkezők oldalán van. Hát alig hiszem, hogy még ez változna, ugye 14-én éjfélkor zár a piac, tehát szerda éjfélig lehet még igazolni. Jó hosszú névsor itt is, ott is. Mi a véleményetek az érkezőkről, távozókról? Úgy osszuk be szerintem, mivel sokan vagyunk, hogy mindenki egy távozót, egy érkezőt esetleg, hogyha kiemel, de nyilván ettől el lehet érni, ez ilyen ajánlás a részletekre. És akkor kezdjétek el nyugodtan, nem fogok szólítgatni senkit, mert tényleg sokan vagyunk. Hát igazából nem konkrétan egy szemét emelnék ki. Hát a távozóknál nyilván mondjuk Szakályról lehetne beszélni, aki tényleg valamilyen szinten meglepetés, hogy elment, de mint később mondta, ugye ő is szeretett volna menni, a csapat is, hát nem tartott rá túlzottan igényt. Hát az érkezők pedig, hát szokás szerint ugye légiósok, kicsit zsákba macska a legtöbbjük, viszont hát az mondjuk szerintem egy jó jel, hogy mondjuk van közte venezuelai válogatott, dél-koreai válogatott, és hát mondjuk ők nem is az a kategória, akik ezelőtt 10 évvel voltak válogatottak, hanem tényleg aktívan is szerepelnek a hazájuk válogatottjába, úgyhogy annyira ez nem rossz ajánló levél szerintem. A távozók közül egyértelműen engem Szakály távozása ölepett meg, de mint utólag kiderült, azért ő is elvágyódott, és az érkezők közül egyértelműen Felcsernek, tehát hogy Felcserben bízom a legjobban, hiszen az Aarhus ellen is megmutatta, hát hogy képes igencsak pengés megoldásokra, és természetesen a mai igazolt dél-koreai csatától is gólokat várok. Távozók közül szerintem is Szakályt lehetne kiemelni, de felesleges erről talán többet beszélni. Az érkezőknél én is Felcsert emelném ki, hiszen mondjuk a dél-koreai játékosról, azon kívül, hogy meggyőzőek a mutatói és a pedigréje, azon kívül azért olyan sokat még nem tudunk, nem láttuk őt a Loki mezben játszani, míg mondjuk Felcsert már láttuk. Én még az érkezők közül azt a játékost emelném ki, aki végül nem érkezett, Ventúrát, nekem ő egy hatalmas hiányérzet, hogy őt nem igazoltuk le, láttuk játszani, simán megütötte volna az NB1-es szintet, illetve a Loki szintjét is, és mikor folyton arról beszélünk, hogy nincs pénz új játékosokra, akkor el kell gondolkozni azon, hogy azért talán a portugál harmadosztályból lett volna pénz igazolni. Én ezt egy elég fájó elszalasztott lehetőségnek érzem, főleg annak tudatában, hogy egyébként szélsőkkel még mindig nem állunk annyira jól. Csatlakozom, én is azt gondolom, hogy Ventúráért nagyon nagy kár. Szakmai szempontból indokolhatatlan, hogy miért nem igazoltuk őt le.
A korai sráztól én egy picit tartok, nem tudom, hogy mennyire lesz ez kihívás neki ebben a bajnokságban játszani. Ez alatt a kölcsönszerződés alatt képességé alapján enyhítheti a csatárítségeket, de bennem van félsz. Felcser az egyértelműen pozitív benyomásokat gyakorolt rám. Távozókat tekintve pedig Szakály, hogyha azt nézzük, töltött itt szép éveket, de mindkét félnek jól jött már a váltás, tehát ez már nagyon érett az elmúlt egy-két évben, hogy ő távozol innen. Én amit mindenképpen kiemelnék, és most bocsánat, hogy negatívan fogalmazok két esetben is, az egyik az nyilván Szakály távozása, de nem is az, hogy ő elment től a csapattól, mert az már régóta én úgy gondolom, hogy a levegőben volt, a levegőben lógott, hanem az, hogy milyen módon ment el, és hogy megint úgy távozott egy mondhatni legendás játékosa a DVSC-nek, ahogy én úgy gondolom, hogy nem illene senkinek távoznia, nem hogy egy olyan játékosnak, aki majdnem 10 évet lehúz egy csapatban, és ott húzó emberként, csapatkapitányként szerepel éveken keresztül. Ez az egyik, ami fáj nekem. A másik, ami nagyon nagy negatívuma ennek az átigazolási szezonnak, időszaknak, az az a hír, hogy elhagyja 5 játékos is a csapatot. Erre fel gyakorlatilag kiderül 3 hónappal később, hogy csak Kuti és Szakály azok, akik tényleg találtak csapatot, és Castiglione, illetve Gyelmics gyakorlatilag a DVSC 3-as csapatban játszanak. Castiglione-t még egyébként meg is értem, de nem tudom, hogy mondjuk a jelenlegi Lokiba látva azt, hogy mennyire nem érkezett mondjuk szélső erősítés, mennyire le tudtunk mondani mondjuk egy Ventúráról, annak fényében Gyelmics mégis a DVSC 3-as csapatnál van, úgyhogy ez mindenféleképpen érdekes, és nagyon-nagyon sok kérdést felvett továbbra is az, hogy milyen a hivatalos kommunikációja a klubnak, hiszen én úgy gondolom, hogy normál esetben nem tehetné meg senki azt, hogy kiír egy tényt, egy tényként közöl egy információt, aztán pedig sutyomban még azt sem mondja, hogy bocsi srácok, mégsem megy el, vagy a DVSC 3-ban vannak, hanem egyszerűen csak úgy felismerik, hogy ho-ho, hát hol játszanak éppen a játékosok. Egyébként, hogyha emlékeztek, Szakállyal is ez volt, hogy még a DVSC 3-ban edzegetett, mielőtt a PAFC-hoz igazolt volna. Nyilván de azért el az összes munkat. Bocsánat, közben hozzáteszem, nyilván a DVSC 3 esetén a MB3-as csapatunkat értem. Juve fanit közben rám írt, hogy miket beszélek én. Mondjad, Anderson. Csak annyi, hogy ne lőd el az összes muníciómat a tervezett cikkhez. Ja, hát én nem tudom, mit fogsz majd ott előásni, de gyakorlatilag ez két olyan negatívum volt az átigazolási szezonnak, ami én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon szomorú és tanulságos is egyben. Hogyha ne csak a negatívumokat mondjam, akkor mondom egyébként Felcsert, aki rám nagyon meggyőző és nagyon pozitív benyomást tett, és nagyon örülök az ő érkezésének. Örülök annak is, hogy jött mondjuk egy Hanzsics, örülök annak, hogy jött egy dél-koreai játékos, gyakorlom egy kicsit a nevét, hát ha már Fradi ellen pályára lép, Suk Hyun-jun a Portótól. Én nem gondolom, hogy lennének motivációs gondjai, de tény, ami tény, hogy ő is csak, idézőjelben csak kölcsönbe érkezik. Tehát most már gyakorlatilag kezd összeállni az a csapat, amivel a tavaszi szezont játszhatjuk. Úgyhogy az pozitívum, hogy láttam februárban, illetve januárban olyan jeleket, amik azt erősítették, hogy próbálunk a kereten változtatni, de azért még mindig azt érzem, hogy nagyon meghúzzuk a pénzügyi határokat, és van egy bizonyos határ, ami felé akkor sem megyünk, hogyha éppen kiesés elől küzdünk, és én úgy gondolom, hogy ez ebben az esetben luxus, mert még tavaly előtt, azelőtt megengedhettük magunknak azt, hogy ahogy már sokszor ezt jellemeztük, kukázzunk, és a szabadon igazolható játékosok közül hozzunk egyet-kettőt. Addig én úgy gondolom, hogy amikor a kiesés elől menekülünk, akkor már nincs lehetőség kukázni, akkor minél jobb játékosokat kell hozni, bent kell velük maradni, aztán pedig el kell kezdeni újjáépíteni a csapatot. Ehhez lehetnek egyébként jó megoldások a kölcsönvett játékosok. Nekem még egy kérdés eszembe jutott. Mi a véleményetek az új kapusunkról? Hiszen az az érdekes helyzet állt elő, hogy hát érdekes körülmények közt is igazolták le, szinte a semmiből, nem feltétlen hiszem, hogy pont eskérésére,
és azt lehet látni, hogy hiába érkezett meg a csapathoz az edzőtáborba, az azóta lejátszott edzőmeccseinken összesen valami 10-20 percet ha kapott, Verpec is jóval többet játszott azóta is, tehát Verpec tűnt még a cserekapusnak is, nemhogy Dani Robics a kezdőkapusnak. Juve fan úgy harangozta be, amikor jött Kálva, hogy biztos, hogy ő lesz a kezdő, az első számú kezdőkapusunk. Én nem voltam ebben olyan biztos, most jelenleg az látszódik, minthogyha őt nem is most arra hoztuk volna a tavaszi szezonra, hanem minthogyha a Danilovics helyére hoztuk volna, majd azt követően, hogy Danilovics visszatér a Puskás Akadémiához. Valami biztos van a háttérben, ami miatt nem játszott a Békés Csaba ellen sem, bízom benne, hogy azért ott lesz ő, hogyha nem is a kezdőcsapatban, de a kispadon. Nem kizárt, hogy a lemaradás miatt történt ez, hogy még nem nagyon dobták őt be, ugye azért az elmúlt években nem sok meccsen védett, illetve tudjuk, nagyon jól van egy légiós korlátozás, nem kizárt, hogy most a klubnál úgy gondolkodnak, hogy a tavaszi szezonban nem számolunk még Kelavával, ezt még lehozzuk Danilovicsal. Bocsi, de Danilovics nem számít a légiós korlátba? Dehogy nem. Hát akkor nem mindegy, hogy most Kelava vagy Danilovics véd. De nyilván Danilovicsal számolunk még ebbe a tavaszi szezonban, mint kezdőkapus, aki azért ismeri már itt a közeget, és játékban van. Így pedig a cserepadra luxus lenne egy légióst leültetni. Az is beleszámít egyébként, én nyilván tudom a választ, de hogy tudjuk biztosan. Tehát a légiós korlátozásban beleszámít a teljes benevezett névsor. Viszont... Így igaz. Oké. Okay. Annyit akartam még hozzátenni, viszont nem tudom mennyire számít, vagy mennyire csak a szokásos klubkörüli problémáknak köszönhető, de ha megnézitek a csapatnévsort, Kelavának konkrétan messzáma sincs feltüntetve jelenleg. Míg mondjuk az összes többi érkezőnknek már ott van a messzáma. Úgyhogy ez mondjuk szerintem azt az elméletet erősíti, amit Juve fan is mondott, hogy lehet, hogy konkrétan nem is nagyon kérjük ki a játék engedélyét tavaszra. Pont azért, hogy ne számítson bele, ugyanúgy, hogy mondjuk Gyelmicsék se számítanak bele a légiós korlátozásba. Vannak plusz információim, nem hiszem, hogy ez lenne az oka, maradjunk ennyiben. Valami a háttérben lesz, ami miatt még nem került fel a messzáma. Lehet, hogy fog ő védeni tavasszal. Egyébként még egy pár gondolat itt a igazolásokhoz. Én nem emelnék most ki senkit sem az érkezők, sem a távozók oldaláról, csupán egy két szó jutott eszembe a igazolásainkat elnézve. Egyrészt a kapkodás, másrészt a tűzoltás. Ugye nagyon jól tudtuk, hogy mikor kezdődik majd a tavaszi szezon, nagyon jól tudtuk, hogy mikor kezdődik a felkészülés, ez úgy lett volna egészséges, hogy mire elmegyünk Portugáliába, már kialakul a keretünk, és ott már pont ez a végleges tavaszi kerettel tud dolgozni, ugye ehhez képest még ott is csatlakozott több játékos a kerethez, ugye Kelava, Felcser és Hanžić, és még most igazoltuk le a koreai srácot. És ugye ezért mondom azt, hogy kapkodás, a tűzoltás pedig azért mondom, mert össze-vissza igazolgatunk, kölcsön veszünk játékosokat, olyan posztra igazolunk, ahol nem is feltétlen kéne, olyan posztra nem igazolunk, ahol mindenképpen kéne, és mindenféle játékosokat bepróbálunk, ugye itt Mengolóra célzok elsősorban, aki nagy lutri volt, és hát úgy tűnik, hogy be is fürdünk vele úgy, mint csukával az ősszel. Nekem csak annyi jut eszembe, hogy bábeli zűrzavar, ugyanis ezek után igencsak nehéz dolga lehet majd pont eszedzőnek az öltözőbe, de remélhetőleg meg fogja majd oldani. Most az elsődleges tényleg az lenne, hogy maradjunk bent, tehát ilyen szempontból nyilván, amit elmondtál, abszolút igaz és jogos Juve fan, de tényleg most én annak is örülök, hogy legalább ezek a játékosok érkeztek, tehát mondjuk a tavalyi vagy tavaly előtti téli játékozolási szezonhoz képest azért ez jóval nagyobb előrelépés, de az, hogy mikor sikerült őket leigazolni és milyen formában, az nyilván hagy némi kívánni valót maga után. Bízom benne, hogy Pontesnek majd sikerül összefognia ezt a keretet is. És hogyha már itt járunk az átigazolásnál, nézzük már végig egy picit azt, hogy milyen jelenleg a csapat összetétele, mert szerintem ez is elég érdekes. És nyugodtan beszélhetünk játékosról, játékos pozíciókról. Hát kapusposzton nincsenek gondjaink szerintem.
így, hogy Kelavát leigazoltuk, adott esetben két minőségi kapusunk is lehet. A gondok azok már egy sorral előrébb elkezdődnek. De. Így van, tehát a védelemben középen még talán meg is vagyunk. Most láttuk a Békés Csaba ellen játszani együtt Szat Márit és Szilvásit, illetve Mészárost, valamint Brükovicsot, tehát ott még azt mondom, hogy rendben meg vagyunk, van cserénk, van első számú hátvédsorunk középre, viszont a két szélen problémák vannak. Így van, hát gyakorlatilag nincs bal hátvédünk, ugye Völgyi Dániel kihagyta a teljes felkészülést egy sérülés miatt, és egyébként sem nyújtott össze sem olyan teljesítményt, hogy azt lehessen mondani, hogy ő kihagyhatatlan lenne. Míg ugye Bobkó távozott, és hát ide nem igazoltunk senkit, ha csak a visszatérő Barna Szabolcsot ide nem soroljuk. Úgyhogy van Barna, és van Ferenci, aki folyamatosan erőltetve van ezen a poszton, mert sosincs más alternatíva, és nagyon jól tudjuk, hogy ő neki nem ez a posztja, és nem is tud itt jól játszani. És pedig úgy tűnik, hogy a tavasszal vagy ő fog ott játszani, vagy esetleg Jovanovicsot húzzuk át a jobb oldalról, vagy Barna Szabolcsot bedobjuk a mély vízbe. Nekem a szélső poszt a továbbra is fájó pont, folytatva ezt a gondolatmenetet. Egyébként még Völgyihez annyit mondanék, hogy mindig arról beszéltünk az ősszel, hogy mennyire le van maradva fizikálisan, túlsúlyos, nem bírja a meccseket, előragad, nem tud hátra szaladni, látszik, hogy a halálán van. Na most itt lett volna a lehetőség, hogy valamennyire utolérje magát fizikálisan, végigcsináljon úgy egy alapozást, hogy tényleg szedjen magára erőnlétet, és ehhez képest így, hogy megsérült, gyakorlatilag ez a maradék esély is elszállt, tehát szerintem ő már érdemben nem lesz bevethető az idei szezonban. Már csak emiatt sem. A szélsőinkkel pedig az a nagy probléma, hogy nincsenek, tehát Felcsert leszámítva, tényleg ott lett volna Mengolo, de hát ki tudja mennyi időre sérült le, ő is kihagyta az alapozást, és előtte se játszott hasonló a helyzet vele, mint Völgyivel. Ott lenne Horváth Zsolt, aki nem, ugye az is kérdéses, hogy egyáltalán valaha a pályára léphet-e még. Tehát ő is kiesett, Mészáros Karol is távozott, Gyermics is távozott, Bokkó is távozott, Szaká is távozott, tehát gyakorlatilag kiüresedtek a szélső pozíciók. Jöhetett volna Ventura, de hát, mint tudjuk, ezt a lehetőséget elszalasztottuk, és innentől kezdve nagy kérdés, hogy tényleg hogy oldjuk majd meg ezt a problémát, pont ez, hogy oldja meg, emiatt sem irigylem őt. Nekem ez még egyébként súlyosabb problémának tűnik, mint a bal hátvéd kérdéskör, vagy mint mondjuk a védekező középpályás kérdéskör, ahol megint csak nem olyan megnyugtató a helyzet. Filip Formán nem hozza azt a formát, amire számítani lehetett volna, Szekulicsról jobb nem is beszélni. Tőzsér sem egy klasszikus védekező középes, tehát ott sem állunk annyira jól, bár Jovanovics ott nyilván oda is át lehetne vezényelni, és nem is lenne feltétlen rossz megoldás, de most már csatárposzton nem olyan vészes a helyzet, de a szélsők nagyon hiányoznak. Annyit hozzátennék, hogy a most igazolt Suk Yunjun, ő nem csak csatárként bevethető, hanem szélsőként is. Tehát én el tudok képzelni egy olyan formációt, amiben Hanzs is az előre tolt ék, bal oldalon Yunjun, még tanulva a nevét, illetve jobb oldalon Felcser, középen pedig Holman. Én úgy gondolom, hogy ez a négyes, hogyha így együtt pályán tud lenni, és 60 percet kibírnak nagyon jó teljesítménnyel, akkor meg lehet az a csatár és az a előrejáték, amire szükségünk van. Ezzel egyetértek egyébként, csak ilyenkor még szomorúbb az, hogy mennyivel több lehetőség lenne, hogyha lenne még egy jó szélsőnk, és akkor lehetne variálni például azt, hogy ki van elől ég pozícióban. Én kulcsnak azt találném ki, hogy két játékosnak nagyon komoly formajavuláson kell majd átesnie, gondolok itt Filipre és Tőzsére. Ha ők úgy fognak játszani, hogy az ősszel, akkor én nem sok esélyt adok arra, hogy ne essünk ki, tehát elengedhetetlen, hogy ők jobban játszanak, pont azért, mert egy végtelenül lyukas hátvédsor fogja az ellenfelek támadásait fogadni. Illetve én még azt emelném ki, hogy még inkább kiszolgáltatottak leszünk Holmannak, aki
hát eléggé hullámzóan szokott teljesíteni. Nagyon nagy kérdés az, hogy melyik meccsen melyik arcát mutatja, és ez már az ősszel is látszódott, felkészülési meccsen is látszódik. Nagyon szomorú vagyok, hogy ennyire homma függő lesz ez a csapat, megmondom őszintén. Holmanra kíváncsi vagyok, hogy Kóródi milyen hatással tud majd lenni. Gyakorlatilag Holmannak jelenleg nincs posztriválisa, ha jobban belegondolunk. Nyilván Tőzsért fel lehetne tolni abba a pozícióba, de ez nem úgy tűnik, hogy benne van a pakliban a jelenlegi helyzetben. Szóval talán Kóródi kicsit motiválóan hathat Holmanra, hogy legalább tudja, hogy van valaki, aki kopogtat mögötte az ajtón a lehetőséget. Kóródi az inkább szélső, nem? Igen, hát igen, az elején tehát... mindig Holman helyett jött be, ez csak a Békés Csaba ellen volt egy újdonság. De szélsőként aztán kiment. Tehát nem, Kóródi tipikusan bal szélen fog játszani, hogyha szerepet kap. Holman nem hiszem, hogy veszélyeztetné bárki is, és nem is feltétlen kell, hogy bárki veszélyeztesse, ő kell egyszerűen játszania kell. Én abban bízok, amit Pontes mondott róla, hogy folyamatosan fejlődik, egyre nagyobb szerepet vesz ki a védekezésből, és egyre magabiztosabban játszik. Ha pedig így van, én nem gondolnám azt, hogy Holmanban nem bízhatunk tavasszal. És azt se felejtsük el, hogyha tényleg ilyen minőségi játékosok veszik körül az embert, akkor biztos, hogy az plusz erőként hat az ő teljesítményére is, hiszen mi volt ősszel, emlékezzünk csak vissza, gyakorlatilag, hogy a Holmannak ment és berúgta az ittszereit nyertünk, vagy legalább a döntetlen meg volt, hogyha nem jött neki össze, akkor nem nagyon volt más, aki a csapatot összekapja és a csapatot hátán vigye a gól és a győzelem felé, és most nem csak ő van itt, hanem számomra Felcser azért nagyon pozitív személyiség, és nagyon örülök a leigazolásának, mert a Békés Csaba ellen rajta láttam akaratot, rajta láttam küzdeni akarás. Volt egy helyzete, fölélődte, és látszott, hogy bosszús, és fut vissza, és áll, és meg akarja mutatni, gólt akar szerezni, és nagyon-nagyon kevés olyan DVSC játékos van, aki ugyanezt az alázatot, és ugyanezt az akarást érzem, és hogyha Felcser is ott van, aki így akarja csinálni, tegyük fel, Suk Hyunjunban is benne lesz ez az akarás, hogy ő vissza akar kerülni a Portóhoz, vagy el akar kerülni egy nívós csapatba. Benne van ugyanez az akarás, én úgy érzem Hanzsicsban is, akkor meg lehet az előrjáték, amit Pontes az interjúban is kifejtett, hogy ő azt akarja, hogy meglegyen az a három embere középre és két szélre, és akkor rendben lesz minden. Én egyelőre most bízok ebben, mert vannak olyan játékosaink, úgy vélem vannak olyan játékosaink, akik ezt meg tudják oldani, ezt a feladatot. Amúgy, ha Kóródit egy picit említettük, én őt akartam is mondani a szélsőknél, hogy nem tudom, hogy mennyire láttok rá esélyt egyáltalán, hogy őt elkezdjük beépíteni tétmeccseken is, mert oké, hogy most kiesés ellen harcolunk, nem itt van talán az ideje, hogy fiatalokat építsünk be, viszont ő például rám elég pozitív benyomást tett az edzőmeccsek folyamán, és én mondjuk őt például kipróbálnám simán az NB1-ben is a szélen. Üzenem mindenkinek, hogy aki a Békés Csabai meccsnek megnézte a kezdőcsapatát, készüljön úgy, hogy ugyanez a kezdőcsapat lesz a Fradi ellen. Az egyetlen kérdéses poszt, vagy egyetlen kérdéses helyzet az a baloldali középpályás és a baloldali hátvéd szerepköre, és nem véletlen, hogy Kóródi kezdett, illetve hogy Kóródi olyan sok szerepet kapott az Atlanti kupán is, úgyhogy én úgy gondolom, hogy Kóródit beépítjük a tavasszal. Annak ellenére, hogy most érkezett Suk Hyunjun. Én is ezt gondolom egyébként, hogy legalább csereként lehetőséget fog kapni a Fradi ellen, Kóródi, és én még ott a kezdőcsapatnál, amit lehetséges változásnak gondolok a Fradi ellen, az a Szekulics-Jovanovics csere. Tehát szerintem most vált jobb hátvéd lesz, és én nem hiszem, hogy Szekulics fog kezdeni, sokkal inkább gondolnám Jovanovicsot védekező középpályásként a Fradi ellen. Szerintem Kóródi nem fog szerepet kapni, nem csak a Fradi ellen, de tavasszal sem. Őt most csak úgy próbálgatta Pontes, mert gyakorlatilag nem volt más. De nem hinném, hogy ő vele most komolyan számolnánk majd a tavasszal. És inkább tényleg a bal hátvéd poszt, ami érdekes, hogy ott hogy fog variálni Pontes, illetve Jovanovics szerepe, hogy egyrészt megmarad a jobb hátvédnek, ez esetben luxusként ott fog ülni a padon egy Osvát, vagy ahogy említettétek, ugye úgy Osvát lesz a kezdő
jobb hátvédünk, és ez esetben kérdés, hogy Jovanovicsnak hol találja meg a posztját Pontes. Lesz-e belőle védekező középpályás, ahol érzésem szerint a legjobb teljesítményre képes, vagy lesz belőle bal hátvéd, amit ugye felvetettünk, ami nem biztos, hogy ő feküdne neki, de még én itt hagynám azt a jobb szélső posztot is, ahol hát mondtuk, hogy nem vagyunk meg szélső posztján, és hát játszott ott Jovanovics ősszel is egy sorral előrébb, úgyhogy nem kizárt az sem, hogy mondjuk jobb oldali középpályást tesz. Milyen jól jönne most egy Vadnai, akit annak idején eltékozoltunk szintén, és most majdnem az összes hiányposzton bevethető lenne, végül is kicsit hasonlóan Jovanovicshoz. Na hát, akkor úgy gondolom, hogy az átigazolási szezont kibeszéltük, illetve kibeszéltük a csapat aktuális játékos állományát is. És hogyha már ennyire belementünk, akkor nem tudom, beszéljünk a felkészülési mérkőzésekről, hogy éltétek meg az Atlanti kupát, előtte az itthoni Balmaz, illetve Kisvárta elleni mérkőzéseket, illetve most a Békés Csabalai találkozót. Inkább reménnyel töltötte titeket ez a néhány meccs, vagy inkább bosszúsággal? Hát, ha csak az eredményeket nézzük szigorúan, akkor azért olyan sok mindenben nem reménykedhetünk. Gyakorlatilag csak az Aarhus sikerült legyőznünk, ugye, és hát az is egy meglehetősen tartalékos együttes volt. Most nem sorolnám ide azt a amatőr csapatot, akit szintén legyőztünk 2-1, az nem is volt hivatalos, barátságos mérkőzés. Kisem írtuk az oldalsávba. Így van. Úgyhogy hát itt MB2-es csapatokat sem tudtunk legyőzni sajnos. Ugye Kisvárda, Balmazújváros, Békés Csaba. Saját magunkat legyőztük előtte kétszer is. Hát az legalább ennyi örömünk volt, igen. Úgyhogy ha az eredményekből indulunk ki, akkor nem nagyon tudunk bizakodni. Ha aki nézte a Atlanti kupát, akkor valamennyire tudunk bizakodni, látva a Shakhtar és az Aarhus elleni játékot. Az visszaadta a hitet. Arra lehet építeni. Viszont ez a Békés Csaba meccs, ez megint elég lehangoló volt. Úgyhogy sajnos nem feltétlenül tudunk bizakodni az edzőmeccsek után, de majd meglátjuk. Ezt rövidebben össze tudtam volna a magam szempontjából foglalni. Az Atlantik Kupa alapján bizakodnék, a hazai meccseket, amiket itthon játszottunk, azokat meg hát kb. Jobb lenne elfelejteni, mert tényleg borzalmasak voltak az eredmények is, meg hát a mutatott játék is. Hát hagyott maga után némi kivetni valót. Hát lehet javasolni, hogy az meccseket inkább Portugáliába játsszuk le. Hát így van. Egyébként szerintem kibeszéltük nagyjából a felkészülési meccseket így az átigazolási szezon kapcsán, és az átigazolások kapcsán. Úgyhogy én mennék is tovább, és nézzük meg egy kicsit a tavaszi meccseinket, és beszéljünk arról, hogy mi várható tavasszal. Ezzel kapcsolatban lesz a napokban egy összefoglaló, átfogó cikk Pontes őszi teljesítményével kapcsolatban, illetve az interjúval kapcsolatban. És ugye ez már nem titok, Pontes kijelentette azt, hogy 26 pontot vár a csapattól a tavaszi mérkőzések során. Pontosan hány mérkőzésünk is lesz? 14. 14, így van. Na most a 14 meccsen a 26 pont elképesztően sok, pláne hogyha azt nézzük, hogy eddig gyakorlatilag meccsenkénti egy pontot szereztünk, ez meg majd, hogy nem meccsenkénti kettő pont, tehát ez már igazán bravúr kategória. És összeírtuk néhányan azt, hogy hány pontot várunk a csapattól. Gyakorlatilag az jött ki átlagnak, hogy 17 pont környékére várjuk a Loki Block stábbal a csapatot. Ezt tartjuk reálisnak és minimális célkitűzésnek. 15 és 19 pont között volt egyébként a megoszlása a várt eredményeknek. És akkor nézzük is meg, hogy milyen mérkőzésekre van kilátás tavasszal, aztán beszélgessünk egy kicsit arról, hogy elég lehet ez a 17 pont, többre, kevesebbre számítotok most a felkészülési szezon utolsó mérkőzése után, és pontosan
hol van a reális helye a DVSC-nek. Februárban két mérkőzésünk lesz, idehaza fogadjuk a Ferencvárost, akik most játszottak a Honvéd ellen, szerintem egy elképesztően jó színvonalú magyar kupa mérkőzésen, nyilván magyar viszonyokhoz képest jó színvonalú mérkőzésen, aztán pedig pont a Fradi ellenfeléhez, a Honvédhoz fogunk látogatni február 25-én, mind a ketten jelenleg a dobogón állnak, nem bocsánat, a Ferencváros a negyedik helyezett, a Honvéd a második, úgyhogy két élcsapathoz megyünk, vagyis bocsánat, fogadjuk a Ferencvárosra, megyünk a Honvédhez. Aztán jön a március, amikor szintén csak két meccset fogunk játszani, 4-én, illetve 11-én, a Diósgyőr és a Paks lesz a vendégünk. Ez talán egy könnyebb hónapnak ígérkezik, és itt lesz ugye a válogatott szünet, ami miatt majdnem 3 hetes pihenőre lesz kilátás. Aztán jön április 1-e, reméljük, hogy a Vasas számára lesz igazán ez tréfa, hozzájuk látogatunk. Aztán április 8 Gyirmót hazai pályán, 12-én, tehát 4 nappal később Mezőkövest idegenben, 15-én, 3 nappal később hazai pályán az MTK, 7 nappal később Haladás ellen hazai pályán, 7 nappal később Videóton ellen idegenben. Ez az április, ez kőkemény lesz ezzel az 5 mérkőzéssel, de hogy még durvább legyen a vége, május 6-án Újpestet fogadjuk, május 13-án Fradi idegenbeli meccs, május 20 Honvéd ellen hazai meccs, és végül egy Diósgyőr elleni rangadóval zárunk. Diósgyőrben mit gondoltok, és mi lehet a reményünk, és mi lehet az a pontszám, ami kell ahhoz, hogy benn maradjunk? Ahogy említettem, a kezdés ez brutális lesz itt a Fradi Honvéd ellen, és könnyen benne van a 0 pont lehetősége, és egyúttal az is, hogy kieső helyen várjuk a folytatást. Onnan a lelkiekben is nagyon nehéz visszakapaszkodni, de az a kulcs az az utána következő 4-5 meccs lesz, amikor sorban Diósgyőr, Paks, Vasas, Gyirmót, Mezőkövest, és még ide sorolom az MTK-t is, szóval akkor 6 meccs, amikor azért többnyire alsóházi és kieső hely közelében tanyázó csapatokkal játszunk, és többnyire itthon. Diósgyőrt, a Paksot, a Gyirmótot és az MTK-t is fogadni fogjuk. Úgyhogy az lesz ott a kulcs, én szerintem arra a 6 meccsre kell összekapni a magát a társaságnak, ott kell majd a csúcsformát beidőzíteni, és ott kell majd szépen gyűjtögetni a pontokat. Ott egy megnyugtató előnnyel szakadhatunk a kieső zónától, és onnantól kezdve idézőjelben már nyugodtabban játszhatunk. Én szerintem ez lenne a megfelelő terv. Ha én lennék az edző. Igen, amit egyébként ehhez mindenképp hozzátennék, nagyon jók a meglátásait szerintem, hogy a Ferencváros és a Honvéd elleni mérkőzésünkkel, még hogyha úgy is számoljuk, hogy vereség a vége és 0-0 pont, akkor ott az a kérdés, hogy lelkiekben mennyire tudunk a Diósgyőr és a Paks ellen koncentráltan játszani, és felkészülni, és oda tenni magunkat. Ugyanis, hogyha a két vereség annyira lelombozza a társaságot, hogy nem tudjuk megverni mind a két csapatot, tehát itt gyakorlatilag úgy gondolom, hogy kötelező lesz a 6 pont a Diósgyőr és a Paks ellen, hogyha benne akarunk maradni, hogyha ez a 6 pont itt meg lesz, akkor az ad egy akkora lökést azzal a 3 hetes, 2,5 hetes szünettel, ami szerintem lehetővé teszi azt, amit te is mondasz, hogy a következő 4-5 meccsünk is nagyon jó legyen. Ha viszont azt a két meccset ott bukjuk, vagy csak döntetlenezünk, akkor hatalmas nagy lemaradásba kerülünk, és az sem biztos, hogy az a 2 hét az elég lesz ahhoz, hogy mentálisan rendbe jöjjön a társaság, és felkészüljön a hátralevő másfél kőkemény hónapra. Tehát én azt gondolom, hogy a kulcs az ezen a 6 meccs közül leginkább ezen a Diósgyőr és a Paks elleni összecsapáson lesz. Ugyanezt gondolom én is, sőt én ki is merem mondani, hogy azon a két meccsen, ha nem lesz 6 pont, akkor olyan lélektani válságba kerülhetünk, olyan mély gödörbe, hogy onnan nagyon nehéz lesz kimászni, tehát így is ez lenne talán a legfontosabb ezen a Ferencváros és a Honvéd elleni meccsen, hogy kapjunk, tehát hogy szoros legyen legalább az egyik meccs, legyen benne a pontszerzésnek az esélye, hogy megfelelő állapotba érjünk oda erre a két fontos hazaira, de azt egyszerűen be kell húzni ott a 6 pontot. Illetve, hogy mennyi pont kellhet, hát ugye 20 pontot gyűjtöttünk ennyit, én azt gondolom, hogy ennyit kell gyűjteni a kevesebb meccsek alatt, tehát a 14 meccs alatt, ami hátra van, ugyanennyi pontot még be kell gyűjteni a biztos bennmaradáshoz.
és el kell majd kezdenünk figyelni az ellenfeleket is. Ilyen szempontból egyébként talán nem vagyunk annyira rossz helyzetben, az MTK ugyanis az első fordulóban majd a Honvédot látja vendégül, tehát ők is kőkemény ellenfelet kapnak, illetve utána szintén az MTK a Diósgyőr otthonába látogat, akik szintén nagyon-nagyon szorgoskodnak a pontokért. És hogyha már a Diósgyőrről beszéltünk, akkor a Diósgyőr pedig velünk egyszer a Ferencvárossal való találkozás napján a Mezőkövesthez látogatnak, tehát azért az sem lesz olyan egyszerű történet. Úgyhogy ez a három csapat, mi a Diósgyőr és az MTK is komoly megmérettetés előtt áll, és nyilván még ott a negyedik csapat, akit érdemes figyelni. A Paksnak ilyen szempontból szerencsés helyzetben van, a Paks ugyanis a Gyirmóthoz látogat majd a tavasz első fordulójában, aztán pedig a Mezőkövesdet fogadja otthon, ez egy sokkal vállalhatóbb két meccs. Anderson, Red Bull, mit gondoltok? Én is azt gondolom, hogy a Diósgyőr ellen lesz és a Paks ellen lesz valóban a kulcs, hogy önbizalommal vértezzük fel magunkat, bár én ezzel nem vagyok annyira borulátó, és én akár a Fradi ellen egy pontot is vizionálok, ugyanis én szerintem azért egy-két meglepetés eredménynek is kell lenni tavasszal, hát hogy összejön a hőnállított cél, a bennmaradás. Így aztán mondom, a legfontosabb az, hogy a Diósgyőrt és a Paksot azt megverjük, és persze nyilván abba is kell utána bízni, hogy körbeverések legyenek. Én is azt gondolom, hogy nagyon fontos az első két meccs. Nem feltétlen az, hogy hány pontot szerzünk, hanem inkább az, hogy mennyire játszunk szoros meccseket, mennyire érezzük azt, hogy partiban tudtunk lenni a Fradival, meg a Honvéddal. Az, hogy hány pontot szerzünk, lehet, hogy ehhez képest majdnem, hogy másodlagos, bár nyilván azért számít az is. De az, hogy az elején önbizalmat szerzünk-e, az nagyon hosszú távon kihathat. És ezt éreztem ősszel is, hogy egy-egy olyan meccs, ahol nem jött ki úgy a lépés, nagyon el tudta venni az önbizalmunkat, és ez egy ilyen negatív dominó hatás volt utána, hogy egyre lejjebb és lejjebb kerültünk mentálisan. Szóval sok fog múlni az elején azon, hogy indítunk, és szinte nem is tudnék rosszabb ellenfelet mondani kezdésként a Fradinál. Tehát szerintem most az a gond ezzel a meccsel, hogy a Fradi tényleg nagyon sokat erősített, és nagyon komolyan veszik a bajnoki címet, sőt, én a magam részéről azt gondolom, hogy ők lesznek egyébként a bajnokok. Ez egy szubjektív vélemény. Szóval nem biztos, hogy jó az, hogy ellenük kezdünk, de meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Annyit pontosítanék egyébként, hogy mondtátok itt az első két meccs, hogy fontos, hogy szoros eredmény legyen, meg hogy mutatott játék alapján legyünk közel hozzájuk. Talán ez annyit hozzátennék, hogy igazából az ősszel is tele volt a padlás olyan meccsekkel, ahol mutatott játékban meg szoros eredményben ott voltunk. Talán inkább az lehet majdnem ugyanannyira fontos, hogy gólt lőjünk legalább valamelyik csapatnak, mit tudom én, jól kihasználjuk a helyzeteket, mert ha ugyanúgy fogunk járni megint, hogy játékban jók vagyunk ellenük, de gólt megint nem rugunk semmilyen helyzetből, akkor az úgy megint, hát hogy mondjam, semmit nem fog érni, hogy 1-0-ra kaptunk ki, vagy valami. Hát ezen segíthet már ugye a újonnan igazolt játékosok tömkelege, Hanžič vagy Suk, vagy éppen Felcser, hogy értékesítsük a helyzeteinket, ez kulcskérdés lesz a tavasz során. Szerintetek egyébként, akár az őszi csapatra gondolva, akár a tavaszira, akik közül azért még nem ismerjük azt, hogy pontosan mit is tudnak egyes játékosok, de kieső jelöltnek kellene lennie, vagy kieső jelölt a DVSZ, tehát annyira leépültünk, vagy a többi csapat annyira felerősödött, hogy ez normális, hogy a tizedik helyen vagyunk, vagy az normális, hogyha épp nem is a tizedik helyen, de az alsóházban vagyunk?
Ha csak szigorúan a játékos keretet vennénk alapul, hogy kik alkotják a mi csapatunkat és mondjuk a riválisainkét, akkor egyértelműen azt mondanám, hogy nem, ez a csapat ez nem kieső jelölt, sokkal többre hivatott. De nagyon jól látjuk és tudjuk, hogy amíg a mi keretünk folyamatosan átalakulóban van, és tudjuk nagyon jól, hogy az elmúlt egy évben 20 vagy nem tudom hány játékost eladtunk, vagy hát elküldtünk, és nagyon sok érkezett, addig a többi csapatnál az állandósága jellemző, ott van egy Vasas, ott van egy Honvéd, akik semmivel sem rendelkeznek jobb játékosokkal, mégis egy csapatot tudnak alkotni, és emiatt tudnak jól szerepelni. Tehát kevés az, hogyha jó játékosaid vannak, a közben nincs meg egy állandóság, és nem alkot egy egységes csapatot ez a közösség. Ez az, ami jelenleg hiányzik a Lokiból, ami az utóbbi években mindig is jellemző volt, és mindig is az erősségünk volt, hogy csapatként voltunk jók. Hát most pont ez hiányzik. Teljesen egyetértek. A kohézió hiánya is, ezt gondolom, plusz a másik dolog, amit ki kell válni, hogy ha a mentális formát kell nézni, akkor meg sajnos a Diós Györöl és a Gyirmottal egyetemben az mi állunk a legrosszabbul sajnos, és én is azt gondolom, hogy ha csak a keretet nézzük, akkor gond nélkül benne kéne maradni, kell kaparni ezt a csapatot a padlóról, és én ezért nagyon-nagyon fontosnak érzem, még egyszer mondom azt, hogy tényleg korrekt eredményt érjünk el a két bajnok aspiráns ellen is. Egyébként, mivel nagyon szoros a mezőny, azért nem gondolnám azt, hogy olyan lehetetlen küldetés lenne, vagy reménytelen küldetés lenne, csak egyszerűen el kell kezdeni gólokat szerezni, pontokat szerezni, és el kell kezdeni felkúszni a táblázaton. Ami megnehezíti a dolgunkat, az nem az, hogy szoros a mezőny, mert ez éppen hogy megkönnyíti, hanem az, hogy nagyon sok olyan mérkőzés van, amely meglepetés eredményt hordoz magában. Tehát nem lehet senki biztos abban, hogy mondjuk éppen a Honvéd az majd nyere az adott fordulóban, vagy éppen veszít valamely csapat ellen, de ugyanezt el lehetne mondani az ötödik helyezett Mezőkövesdről, a hatodik helyezett Újpestről, vagy a hetedik Haladásról. Tehát annyira változó, hogy milyen napot fognak ki, és hogyan játszanak, mennyire eredményesek, hogy így gyakorlatilag bárki megfoghat bárkit, még a Gyirmótnak is van 3 győzelme, ne felejtsük el, még az MTK-nak 4, DVSC-nek csak 5, tehát 2 győzelemmel vagyunk jobbak a Gyirmótnál. Tehát szoros a mezőny, ebben lehet kapaszkodni, de közben arra is figyelni kell bizony, hogy az egymás elleni eredmények között nagyon sok meglepetés lehet, és emiatt nem is tudom már melyikőtök mondta, de nagyon fontos az, hogy legyen egy-két pozitív irányú meglepetés a mérkőzéseinken, akár például az, hogy most szombaton a Ferencvárost idehaza elcsípjük legalább egy pontra. Egyébként azzal teljesen egyetértek, hogy játékos állományra ennek a Lokinak nem kéne kiesési gondjainak lenni. Sokkal gyengébb egy Gyirmótnak, egy Paksnak a játékos keretes, azért még lehet, hogy egy-két csapatot tudnánk találni így ránézésre, akiknél azt mondjuk, hogy igen, itt azért nagy a különbség. De azért ne felejtsük el, hogy ha feltenné valaki nekünk a kérdést, ha mondjuk mi lennénk egy edző, hogy egy adott meccsen a csapatunkban inkább egy begipszelt lábú, járásképtelen világsztárt, egy Messi-t, Ronaldót szeretnénk, de ilyen állapotban, vagy egy középszerű játékost, aki viszont teljesen egészséges és mondjuk jó formában van, melyiket választanánk? Nyilván... Nagy Zolit. Igen. Szóval nyilván a középszerű játékost érdemesebb lenne választani, hiszen legalább tud futni, tudja rendesen végezni azokat a mozdulatokat, amiket kell. És egy kicsit ilyen a Loki is, hogy lehet, hogy most már a két legértékesebb játékos a bajnokságnak nálunk van, és ezt lehet lobogtatni és mutogatni, hogy milyen erős keretünk van, és hogy mekkora hazugság az, hogy itt mondjuk a kerettel van probléma. De azért ne felejtsük el, hogy komoly motivációs, mentális problémák voltak hosszú éveken keresztül, az elmúlt éveken keresztül itt a klub házatáján. Teljesen leült minden, belefásult itt mindenki a dolgokba, és akkor nyilván mehetnénk mélyebbre is, de ne tegyük.
Meg természetessé vált, bocsánat, hogy beleszólok, meg természetessé vált az, hogy hát ott vagyunk valahol a hatodik, ötödik, negyedik, harmadik helyen, néha még veszem, hogy becsúszik egy-egy bajnoki cím is kondás eleménnyel, gondolok itt főleg a hetedik címünkre, tehát hogy nem voltunk rákényszerítve arra, hogy igenis vegyük komolyan. És ez nagyon afelé viszi az embert, hogyha nincs rákészülve, csináljon valamit, hogy belefásul, és utána már nem tudja úgy felvenni azt a ritmust. És most van egy nagyon komoly krízis helyzet, mert ez az, és nem érezzük azt, hogy krízis helyzetként kezelnék, holott biztos vagyok benne, hogy itt minden követ megmozgattak például azért, hogy leigazolják ezt a koreai labdarúgót, és végül sikerült, ami hogyha jó játékot fog nyújtani tavasszal, akkor összetesszük érte a kezünket, hogy bravo fiúk, nagyon ügyesek voltatok, hogy kihasználtátok a francia kis csapat dokumentációs hibáját. Igen, mondjuk kérdéses, hogy mi fog bejönni, és mi nem. Ezekből, de az egyértelműen látszik, hogy elkényelmesedtünk, és átigazolási politikával problémák voltak, amiről másokat beszéltünk, tehát itt igazából a látszott tényleg csal ebben az egész kérdéskörben, és emiatt szerintem teljesen egyet tudunk érteni. Azért fáj az egész, mert ugyanabban a hibába is helyzetbe estünk, amiben éveken keresztül más komolyabb, vagy komolynak tűnő klubok is folyamatosan benne voltak. Gondolok itt a Honvédra, az Újpestre, a Haladásra, Diósgyőrre, vagy akár mondhatnám az MTK-t is az elmúlt évekből. Azaz egy NB1-es középcsapat, középszerű futballistákkal, középszerű teljesítménye, de van mindig két-három rosszabb, így a bennmaradás biztos, az meg, hogy éppen elevickelnek-e a dobogóig, az meg egy másik kérdés, és eddig a DVSC-re nem ez volt jellemző, és ezért nagyon-nagyon fájdalmas, hogy most mégis ez jellemző ránk, és még menekülnünk is kell. Látás, nagyon visszhangoztál, néha van gondolatod ebben a témakörben? Igazából elmondtátok, amit szerettem volna, tényleg csak kiegészíteni tudnám. De arra azért kíváncsi vagyok, hogy ki milyen kezdőcsapatot vár a Ferencváros ellen. Talán ebbe futhatnánk egy kört még. Hát ahogy Csibu is mondta, az a Békés Csaba elleni kezdőcsapat szerintem 90%-ban meg fog egyezni a Szombatival. Tényleg ami itt kérdés, hogy ő Kóródi helyén ki fog játszani, és hogy Jovanovicsot hova teszi be a stáb, ha beteszi. Hogy a korait egyből kipróbáljuk-e, igazából ez a fő kérdés most szerintem. Igen. Ezt meg az a baj, innen nem tudjuk, tehát ezt majd fölméri, nyilván a stáb megérkezik, vagy talán már most Debrecenben van a mai napon, tehát elméletileg el tudta kezdeni a munkát, van egy hete a csapattal, úgyhogy én el tudok képzelni egy ilyen kóródi szuncserét, ami elég viccesen jön neki, de akár ezt is el tudnám képzelni. Egyébként, aki nem látta volna a Békés Csabai meccset, annak rögtön mondom a kezdőcsapatunkat. Danilovics, Osvát, Prükovics, Mészáros, Ferenci, Szekulics, Filip, Kóródi, Holman, Felcser és Hangyics. Csibu magyar hangja, jóvá fan. Azért azt remélem, hogy az eltított tőzsér helyett Jovanovics fog játszani, és nem Szekulics, úgyhogy én azért ebben bízom a magam részéről. Így van, az szerintem is nagyon fontos lenne. De meglátjuk. Én attól félek, hogy ha elmegy az a mérkőzés, akkor a középpályánk szűrű állapota miatt történik majd mindaz. Remélem, hogy nem omlunk össze, és minél tovább egy izgalmas és kélezett találkozót láthatunk majd. Azért a Fradi sem szent tehén, tehát képesek lehetünk megszorongatni őket, ahogy mondjuk a Honvéd is megszorongatta hétvégén őket, és bízunk benne, hogy talán elbízzák magukat, hogy jaj, ez a Debrecen most csak a 10. helyen áll is. És nézzétek, még a Békés Csabát sem tudták megverni, meg a Kisvárdát sem, meg a Balmazújváros se. Sőt, a Sáktár Donyeckert se tudtuk megverni. Úgyhogy én nem tartom olyan kilátástalannak a helyzetet, de
abban a szituációban vagyunk, ahol már az, hogy csak kivárunk, és gondolkozunk, és bízunk, az már nem elég. Tehát most tényleg ilyen közhelyesen szólva eljött a tettek ideje, ez igaz Pontesre, igaz Holman Dávidra, igaz Danilovicsra, igaz Brükovicsra, igaz az egész keretünkre, a fiataloktól kezdve a legidősebb játékosainkig egyaránt, igaz a klubvezetésre, igaz a szurkolókra, igaz az ultrákra, akik szombaton kint lesznek és szurkolnak majd, igaz mindenkire, aki a DVSC-t egy picit is a szívén hordozza, hogy most eljött a tettek ideje, és most kell ezt a tavaszt megnyomni, mert hogyha most nem jön össze, akkor utána azt évekig fogjuk nyögni, ami azután jön. Ha viszont összejön, és úgy gondolom, hogy ez egy ilyen érdekes szituáció lenne, hogyha sikerül a bennmaradás, és egy ilyen hetedik, nyolcadik hely, lehet, hogy még jobban örülni fogunk neki, és nagyobb motiváló erőt ad a jövőre nézve, mint az, hogy mondjuk tavaly éppen sikerült a bronzérem. Hát igen, és ilyenkor mindig elgondolkodom azon, hogy mi lesz itt jövőre. Akármi is legyen idén a végeredmény, akár bennmaradunk, akár kiesünk, mi lesz itt jövőre. Hú, azt a rengeteg játékosunknak lejár a szerződése, sokan ugye csak kölcsönben vannak, úgyhogy az egy dolog, hogy idén mondjuk megmenekülünk, de mi lesz itt jövőre. Pont ezért baj az, hogyha kiesünk, mert hogyha kiesünk, akkor akinek lejár a szerződése, Hódziher, hogy nem hosszabbít, az is Hódziher, hogy ide nem fognak jönni játékosok, az is Hódziher, hogy aki lehet, az elmegy más NB1-es csapathoz, tehát akkor gyakorlatilag a jelen csapatunkból semmi nem marad. Hogyha bennmaradunk, akkor is nagy gondok lesznek, és az a baj, hogy azokat a gondokat is lehet, hogy csak úgy tudjuk átvészelni, hogy kiesés elől menekülünk. Tehát most nem olyan rózsás a helyzet a DVSC, nem maradjunk annyiban, nyilván ilyenkor előjön az, hogy jaj, mennyire irigyeljük magunkat az előző évek miatt, de valami legalább történik, tehát most izgulhatunk. Egyébként én még arra leszek kíváncsi a szezon végén, hogy mi történik a kommunikáció szintjén. Tehát még úgy futottunk neki ennek a szezonnak is, hogy cél a dobogó, ez a keret dobogóra alkalmas, itt nagy célokat kell szűrni, mi mindig azt célozzuk meg, hogy legalább tényleg a dobogóra felférni, de akár, ha lehetőség van rá, komolyabb célokat is kitűzünk, és ezt még idén is meghallgathattuk. Utólag láthatjuk, hogy mennyire volt ez reális, és mondjuk kíváncsi lennék arra, hogyha tavasszal mondjuk viszonylag simábban bennmaradnánk ez ilyen játék a gondolattal, és javuló játékot mutatna a csapat, akkor mondjuk egy ilyen nyolcadik helyezést mennyire varnának Pontes nyakába a szezon végén, hiszen az elején a dobogó volt a célkitűzés. Tehát ez is egy érdekes dolog lesz, hogy mondjuk utólag a klub vezetése hajlandó lesz-e szembenézni azzal a ténnyel, hogy egyébként rosszul lett felmérve a helyzet, és rosszul lett meghatározva a cél az idei évben is, de talán már egyébként évek óta. Nem hiszem, hogy olyan lényeges dolog lenne ez, ugyanis még ezt a célt akkor tűzték ki, amikor még Kondás Elemér volt az edző, azután jött még egy Herceg András két meccsre, és utána jött Pontes, az akkor már nem mondta ki ilyesmit. Dehogy nem. Igen? Ebben biztos vagy? Novemberi szurkoló Janki. Én is emlékszem rá. Elmondta, hogy ennek a DVSC-nek, mindenkori DVSC-nek a bajnoki címért kell küzdenie, de lássuk be, hogy jelenleg a reális cél csak a nemzetközi kupaindulás. Erre én is emlékszem. Még novemberben kijelentette Róka Géza, erről cikkünk is van. Hát sőt, ugye a kiszivágott információk alapján a válságüléseken is elhangzott Eszima Gábortól, hogy hát egy dobogó esélyes csapat állott, ahol mert hát pont ez, ugye. Úgyhogy ezt szerintem nagyon is komolyan gondolták, így van még novemberben, úgyhogy nehéz mit mondani, de én azt gondolom, hogy ez komoly, ez az elvárása a klubvezetés részéről. Inkább komolytalan. Inkább nem profi, amatőr. Tehát, hogy nem úgy mérik fel a szituációt, ahogy a valóság mutatja. És ebben az a baj, hogy nekik azért, kinek nem, hogyha nekik nem, hogyha nekik nincs felelősségük a szurkolók felé.
És az egy nagyon komoly felelősség, hogy mi az, amit elhitetnek folyamatosan évről évre a szurkolókkal, mert nagyon sok olyan magát szurkolónak tartó személy van, aki mondjuk figyeli az eredményeket, de nem jön ki meccsre, mert nem érzi azt a tüzet, azt a fajta lelkesedést, de azért érdeklődik a Loki iránt, és akkor hallja ezt, hogy persze dobogó a cél, stb. Meglátja a táblázatot, hol vagyunk, és akkor még inkább nem fog kijönni. Tehát ilyen szempontból óriási a felelőssége a klubnak, és hadd áruljak el annyi kulisszatitkot, hogy ugye Békés Csabán voltunk élőben streamelni, és gyakorlatilag ott is az egyik szempont a megbeszélések és az engedélyeztetés során az volt, hogy itt bizony a szurkolóknak a kiszolgálásáról van szó, és mi nem azért kaptuk meg az engedélyt, mert mi olyan jó kis fiúk vagyunk itt a Loki blognál, hanem azért kaptuk meg az engedélyt arról, hogy streameljünk, mert azért annyira még mindig tartja fontosnak a szurkolókat a klub, hogy közvetítsük, még akkor is, hogyha tüske vagyunk, vagy száka vagyunk egy kicsit a klub szemében, de azért még mindig ott van az a pár száz szurkoló, akinek jó lenne, hogyha valamiféle pozitív töltöttségű, vagy pozitív jelű dolgot tennének. Ha csak ennyit tesznek, hogy engedélyezik ezt, akkor most ezt megteszik. De tényleg ezzel kapcsolatban csak ennyit szerettem volna, hogy a klubnak van nagyon nagy felelőssége afelé, hogy a szurkolók milyen véleménnyel vannak, és itt egyébként nagyon fontos szerepe van annak is, hogy mondjuk a befektetők milyen véleménnyel vannak a klubról, mennyire szívesen akarnak itt adott esetben hirdetni, megjelenni, jelen lenni akár a skyboxokban, mennyire szívesen vesz az ember egy bérletet, akár külföldről is, még hogyha ő nem is akar elmenni a DVSC meccsére, de legalább így támogatja a klubot. Tehát ebben óriási felelősség van, és az szerintem óriási nagy baj, hogy vannak olyanok még mindig a klubnál, akik tehetnének ez ügyben, és nem feltétlenül tesznek, és még mindig olyan a klub kommunikációja, amilyen, tehát olyan közlemények születnek, és bocsánat, de tényleg hazugságok, gondolok itt mondjuk a Gyelmics sztorira, vagy a Castillion sztorira, amivel azt mondjuk, hogy hát hogy lehet ez, hogy engedheti meg magának ezt egy profi klub, aki szeretné azt, hogy a szurkolókkal jó legyen a kapcsolata. Hát és ha már a szurkolókkal való kapcsolattartás, akkor meg ha már az előbb szóba hoztam, akkor az ankét, ami már megint csak esedékes lenne, vagy már lett volna, ugye, tavaly ilyenkor ígérte meg Szima Gábor, hogy 3 havonta ankétot tartunk. Ugye a februári ankét után volt májusban egy szezonértékelő, aztán majdhogy nem fél év kihagyás, és november elején volt legutóbb ankét, amin Szima Gábor jelen sem volt. Úgyhogy itt lett volna az ideje, hogy mondjuk az új játékosokat bemutassák a szurkolóknak, vázolják a tavaszi célkitűzéseinket, esetleg megkérjék a szurkolókat, hogy jöjjenek támogatni a csapatot a célok elérésében. Ehelyett ott tartunk, hogy ugye szombaton már játszunk, és semmilyen ilyen jellegű dolog nem történt. Egyetlen egy dolog történt, és nem kimentve őket ez alól, mert tényleg, hogyha történik egy ígéret, akkor azt elvárjuk, hogy az meg is valósuljon, és úgy gondolom, hogy ez fordított esetben is egyébként így van. Tehát ahogy mondod is, miért nem lehet annyit közölni, hogy gyerünk, gyertek ki, csinálunk valami jó kis bulit, és jaj, de jó, meg egyebek, meg most elmondjuk, hogy mi a helyzet, bemutatjuk nektek az új játékosokat, akiket eddig leigazoltunk. Tehát nincs ilyen jellegű lehetőség. Mennyivel maga mellé tudná pedig állítani a közvéleményt, mondjuk az, hogyha nem csak mi kérdezhetnénk így pontestől, hanem tényleg ott lenne az ankéton a vezetőedző, és azt mondaná, hogy igen, most ad 15 percet arra, hogy válaszoljon a felmerülő kérdésekre. Egyébként ami pozitívum, tehát az egyetlen egy dolog, ami történt, az az, hogy ugye szombaton kint lesznek az ultrák, hogyha jól tudom, és ennyit szerintem elárulhatok, akkor nagyon komoly tárgyalás sorozat előzte meg gyakorlatilag ezt a klub és a szurkolói közösség között. Az ultrák között volt mindkét félnek olyan megnyilvánulás, hogy mi az, amit elvárnak, és hogyha ez megtörténik, akkor engednek. És mind a két fél belement, tehát történt egy kompromisszumos döntéshozatal, és ennek köszönhetően elméletileg az ultrák nagyon nagy erőkkel lesznek majd jelen, nem csak, hogyha jól tudom, nem csak debreceni oldalon, de ennek a pontos dolgait már nem tudom. Az a lényeg, hogy egy nagyon-nagyon jó hangulatú találkozó lesz, de jó lenne azokat is invitálni nagyon erőteljesen, akik mondjuk nem tartoznak az ultrák közé, mert jó lenne, hogyha tényleg ismét
jó hangulat lenne a mérkőzésen. És nem csak ezen az egy mérkőzésen teszem hozzá nagyon gyorsan, hanem az egész tavaszi szezonban, mert nagyon jól tudjuk, és szerintem a klubnál is tudják, hogy a jó szurkolói közeg az mindig hozzátesz egy picit a csapatnak a játékához, mert amikor éppen fárad a játékos, akkor is kap egy kicsi plusz olyan töltetet és plusz erőt, amivel még meg tudja tenni azt a két lépést a labdáért folyó küzdelemben. Igen, soha nagyobb szükség nincs a szurkolókra és az ultrákra, meg aztán különösen, úgyhogy ez egy jó hír. Az a helyzet, azt érzem sokszor egyébként, hogy a klub jó utakon is jár amellett, hogy nem csak jó utakon jár, csak erről elfelejtkeznek közlést lehozni, és ezért folyamatosan csak a klubot kritizáló hangokat hallunk. Nagyon fontos lenne, hogy a hivatalos oldal sokkal több hírt közöljön, és sokkal komolyabban vegye ezt a fajta közlési formát, mert elképesztően sokan lennének kíváncsiak rá, és elképesztően sokan döntenek úgy egy-egy meccs előtt, hogy most emiatt vagy amiatt éppen mennek, vagy éppen nem mennek. Gondolok itt most például Mengoló sérülésére is. Azért ne nevettessük már ki magunkat azzal, hogy az Atlantic Cup első meccsén bemelegítés során megsérül egy játékos, aztán eltelik már lassan két hét, és még mindig egy árva közlemény, egy árva mondat nincs róla, hogy mi van Mengolóval. Nyilván lesérült hosszabb időig. Hát nyilván, de hát akkor írják le azt, hogy Mengoló ellenőrzésekre jár, vagy még figyelik, hogy mi történhetett vele, edzésen megsérült, reméljük mielőbb visszatér a pályára, a következő egy hónapban biztos nem fogjuk őt látni. Vagy valami ilyesmi jellegű dolgot, hogy ne itt kérdezősködjünk, hogy akkor most mi van Mengolóval, meg mi nincs, meg ilyenek. Hát mi sem tudjuk egyébként. Tehát most itt gyorsan közlöm, mert nagyon sok kérdés érkezik felénk is, tudjuk-e mi van Mengolóval? Nem tudjuk, mi van vele. Megsérült. Valószínűleg komoly a sérülése. Ennyi. Tehát azért ez a közlési szint, ez nem megoldás szerintem, és nem mondom a nevét, hogy kivel beszélgettem az elmúlt héten, aki szintén egy kicsit orrolt a jelenlegi szituációra, de gyakorlatilag elmondta azt, amit én úgy gondolom, hogy mindannyian érzünk, ki erősebben, ki kevésbé erősen, hogy a Loki valamilyen szempontból, érzelmi alapon a miénk is, nem csak a klub vezetőjé. És talán ennyit megérdemelnénk, hogyha már a szívünkön viseljük a sorsát a klubnak, hogy legalább tudjuk azt, hogy éppen mi történik. Nem kell azt kiírni, hogy délkorai válogatottat tervezünk igazolni, elég azt kiírni, hogy még nem mondtunk le arról, hogy igazoljunk játékost. Puff. Hát ugye szoktak ilyen magas röptű közlemények megjelenni, hogy az elkövetkezendő hetekben játékosok érkezése és távozása várható. Ez azért mostanában sok... Igen. Ez se olyan sokat mondom azért. Igen, legalább lenne leírva az, hogy milyen posztra tervezünk igazolni, vagy valami olyan közlés, ami azért tartalmaz némi plusz információt, legalább hitelesnek tűnik, mert amikor ezt már 11-ére olvasod egymás után, hogy ezt tervezünk, meg azt tervezünk, akkor az sem tűnik már olyan hitelesnek. Szerintem itt a koreai játékosnál annyiból megvédeném a klubot egyébként, hogy igazából ők lenyilatkozták, azt hiszem, legalábbis, hogy volt egy ilyen cikk az NSO-n, hogy a keretünk gyakorlatilag késznek tekinthető a tavaszra, tehát szerintem ez egy hirtelen beesett lehetőség volt, hogy leigazolhatjuk ezt a játékost, és emiatt is nem volt róla szó, hogy még fogunk igazolni. Nem támadás volt ez a klub felé most éppen a délkoreai srác esetén. És lehet, hogy tényleg hirtelen volt, de azért valami jellegű közlés az nem ártana. Akár ez a jellegű közlés, hogy véglegesnek tekintjük a keretünket, vagy bemutatjuk a frissen igazolt játékosokat ekkor meg ekkor. Emlékeztek rá egyébként, hogy mikor volt utoljára olyan lehetőség, olyan alkalom, amikor majdnem a teljes kerettel, vagy legalábbis a többséggel mondjuk nyilvános aláírás lehetett intézni? Volt valami Loki Majál is a bajnoki címünk után, a legutóbbi bajnoki cím után, azt hiszem. Volt már jóval... Vagy azóta is volt? Volt már régebben is, amikor bronzérmet szereztünk, nyilván, akkor is volt még az olágabbi. Most legutóbbiról beszélünk, tehát nyilván sok volt ilyen korábban, csak hogy legutóbb mikor volt ilyenre lehetőség.
Hát nem mostanában, az biztos. Hát nem mostanában, tehát ez is nagyon sokat elmond azért. És ezek kis apróságok lennének, tehát hogy legyen egy kis kapcsolatunk a játékosokkal. Mert én azt gondolom, hogy mondjuk itt van egy felcser, például, és oda mennél hozzá, kezet ráznátok, stb. Tehát hogy kérnél tőle egy aláírást, nőne a szemedben a srácnak az ázsiója, mondhattam van a szunt is, és akkor az ázsiája nőtt volna a szemünkben. De gyakorlatilag, hogyha ez megvalósulna, akkor sokkal komolyabb lenne a kapcsolat a szurkoló és a játékos között. Tehát ez nagyon-nagyon lényeges lenne, mint mondjuk az is, hogy a meccs után mondjuk körbe menjenek pacsizni azokhoz, akik leszaladnak az első sorba. Mondjuk az olyan meccseket is kéne játszani, hogy legyen miért pacsizni. Nyilván, de azért egy... Egyébként teljesen egyetértek veled, és mindig beszélünk arra, hogy ezek a játékosok már sokszor zsoldosok, és nem lehet őket úgy szeretni, mint a régi játékosainkat, és ebben biztos van egyébként sok igazság. Tehát kevesebb a helyi kötődésű játékosunk, és ez nyilván negatívan hat ki a szurkolókra is. Meg az is negatívan hat ki, bocsi. Azt se tévesszük szem elől, amit te mondtál, hogy lehet, hogy lehetne javítani ezen a helyzeten a másik irányból is. Tehát nem feltétlenül kell úgy hozzáállni, hogy ezek a játékosok úgysem érdekelnek senkit, hanem mondjuk el lehet gondolkozni azon is, hogy lehet, hogy azért sem érdekelnek senkit, mert nem is ismeri őket senki, mondjuk ilyen személyes szinten. Azt próbáltam közben mondani, egyébként igen, ez is jogos, tehát nekik is lehetne ilyen jellegű lépéseket tenni. De hogy gyakorlatilag azt halljuk már évek óta, és ez idén sem változott, hogy a játékosaink nem bírják a kritikát. Nagyon sokszor előjön az, hogy halljuk, hogy nem csak a mi írásaink vagy dolgaink kapcsán, hanem úgy általánosságban az, hogy most őket meri kritizálni valaki, milyen szörnyűség is, hogy beszélhetnek így róluk, meg ilyesmi. És ez szerintem egy nagyon nagy gond. És ez is mélyíti azt a szakadékot, ami a szurkolók és a játékosok között jelenleg van. És azt el tudnád képzelni, hogy mondjuk Messi megsértődik azon, hogy egy pár rossz meccse után kritizálják itt a parta blokkokon, vagy szurkolói oldalakon? Vagy mondhatnánk ugyanezt a Juventusnál, mit tudom én, Dybala elkezdene izélni, hogy jaj, miért írtátok ezt? Tehát, hogy olyan kicsit olyan nevetséges az egész szituáció is. És azt jelzi, hogy nem profi a hozzáállás. Tehát, hogyha már így megkérdezted, nem egyenesen leszarnák ezek a játékosok bocsánat a vulgáris kifejezésért? Egy játékosnak az a dolga, hogy arra koncentráljon, hogy jól játszon, és ne azzal foglalkozzon, hogy éppen mit írnak róla a szurkolói oldalak, vagy éppen mit gondolnak maguk a szurkolók. Úgyhogy szerintem erre kéne koncentrálnia mindenkinek a saját dolgára. És megint csak saját példát mondok, én pedagógusként század annyit sem kapok fizetésként, mint ezek a játékosok. Engem is ugyanúgy napi szinten adott esetben a diákjaim vagy a kollégáim megbírálnak és kritizálnak, és elmondják, hogy ők hogy látják, szerintük ez így nem jó, szerintük az úgy jó. Van, akinél azt mondom, hogy igen, tartom, amit mond, és lehet, hogy itt lehetne fejlődni. Valakinél meg nyilván azt mondom, hogy hát nem érdekel, mert ez hülyeség, amit beszél, és nem foglalkozok vele. Nem az, hogy megsértődök, mert hogy te hogy gondolhatsz ilyet? Hogy mondhattál ilyet rám? Tehát, és ez szerintem mindannyiunknak a munkahelyén megvan, hát közösségben vagyunk, a másik egyszerűen kritizálni fog egy idő után, akár pozitív szándékkal, akár negatív szándékkal, és ne is várják el tőlünk, hogy mi nem kritizálunk, csak legalább lássák az, hogy pozitív szándékkal kritizálunk. Tehát most ne várjátok már el azt a hallgatóknak is üzenem, akik néha bebeszólnak egy-egy kritikai hangvétel után, hogy mondjuk verpec miatt mi csapkodjuk a tenyerünket, hogy jaj, de ügyes voltál, fiam, hogy védtél egy hatalmasat. Mert előtte már annyi, de annyi hibát elkövetett, ami miatt ezt nem tudjuk már őszintén megtenni. Egyszerűen a szemünkben már megszűnt verpec, igazi DVSC kerettag lenni, vagy csapattag lenni, és csak a keretben van benne, de nem zavarna minket az sem, hogyha nem lenne itt. És nagyon sok ilyen játékos van, aki már egyszerűen annyi lehetőséget kapott, és annyiszor nem élt azzal a lehetőséggel, hogy már nem érezzük azt a tüzet az esetében, hogy most ő tényleg itt van, és tényleg őt nézzük. Most megint be fog állni ez a játékos, és ismét nem bántom, mert Nagy Zolinak volt szerintem idén is egy-két jó meccse, de mondjuk beállt most a Békés Csaba ellen Nagy Zoli. Hát nem kezdtünk el térdet csapkodni a boldogságtól, hogy de jól láthatjuk a Nagy Zolit megint játszani.
És ez nem azért van, mert nem szeretjük Nagy Zolit. Mi szeretjük, hát játsszát nyugodtan. Csak ne az első számú csapatban, mert nem leszünk előrébb vele. Lehet, hogy most éppen nyújt egy jó teljesítményt. Verpez is mondhatné, Békés Csaba ellen fél időt kapott, nem kapott gólt. Sőt, én emlékszem is egy jó védésére. De ettől függetlenül nem szeretném hosszú távon itt látni. Ilyen egyszerű, mert olyan teljesítményeket nyújtott nagyon-nagyon sokszor, ami ezt indukálja. Lehet, hogyha most beállna 10 meccsen egymás után is ő védeni végig a tavaszt, és nagyon nagy bravúrakat hajtana, akkor lehet, hogy visszatérne az a hit, hogy ha na, a Verpec mégiscsak valamit tesz a csapatért, és akkor mégiscsak változik a dolog. És ez igaz szerintem az összes játékos. Nem tudom, ti hogy látjátok ezt, mert nyilván ez mindig szubjektív beszélgetés, meg az én saját véleményem. Anderson, te fogsz most a játékosokkal kapcsolatban írni egy hosszabb cikket, te hogy látod ezt a kritikai dolgot? Én is így látom egyébként, a kritika az bárki bármit csinál, szerves része a munkánknak, és igazából, ha valaki fejlődni akar, akkor főleg egy jó szándékkal, és nem kifejezetten a bántásra helyezett hangsúlya megfogalmazott kritika esetében inkább hálásnak kéne lenni. Mert ebből fejlődni lehet. Most, hogyha valakit folyton dicsérnek, az nem tud egyre jobbá és jobbá válni. Most nyilván vannak olyan kritikai észrevételek, ami tényleg esetleg a lehúzásról szól, de nem érzem, hogy mi ezt csinálnánk. És nem érzem, hogy megalapozatlanul csak úgy azt mondanánk, hogy jaj, hát ő nem szimpatikus. Mert tényleg az van, amit elmondtál, hogyha valaki úgymond nem szimpatikus, az hosszú évek kitartó munkája, hogy ő ezt elérte bennünk, ezt az érzést. És nagyon sok játékosnál tényleg megfogalmazzuk azt, hogy ennél több lenne benne, ennél többet látunk benne, és mondjuk nem hozza ki azt magából. De ez ilyenkor egy lehetőség lenne, arra tényleg, hogy magukban nézzenek, és azt mondják, hogy igen, de jó, hogy vannak szurkolók, akik mondjuk leírják ezt, és el lehet rajta gondolkozni. De még azt sem feltétlen kellett, én nem várom el azt egy játékosra, hogy örüljön neki, hogy fikázzuk a járőt, akár a csapattársát. Ez egy teljesen normális. Csak ne sértődjön meg, igen. Csak ne sértődjön meg, meg ne azt vegye, hogy hú, most milyen szörnyű dolog, és ezek a szurkolók milyen rosszak, mert hogyha erre gondol, teljesen mindegy, hogy most ott a Loki blogos fiúk mondták ezt, vagy az ódrák mondták ezt, és ők kiabálták be a pályára éppen, hogy kurva gyenge, mert erre is volt nemrég példa, vagy éppen a szurkolók csak éppen, hogy tapsikolnak mondjuk a C-szektorban, és nincs nagy örömújongás, akkor is neki az a dolga, hogy a meccs után kimenjen a szurkolókhoz, és vagy pacsizzon, vagy hogyha más nem, akkor legalább megtapsikolja őket, hogy köszi, hogy eljöttetek, és megnéztétek ezt a ost. Vagy és éppen ezt a jó játékot. És egyébként most érdemes visszautalni arra, hogy a Pontes érkezésével ebben van egy elég erőteljes váltás, de azért tudom, másokszor megkaptuk, hogy folyton csak bántottuk Kondás elemért, és még most sem hagyjuk. De hogy is bántottuk folyton, nem. Legyünk őszinték, tehát Kondás elemér is pont ugyanezt a felfogást képviselte a játékosokkal egyetemben. Hozzá nem lehetett szólni, nem lehetett semmilyen kritikai észrevételt tenni, mert azonnal felhördült, és nekem az a benyomásom, hogy a játékosaink is lehet, hogy adott esetben ezt a mentalitást. Van, aki magával hozta biztos, meg van, aki lehet, hogy elsajátította a közegben, mert az egész klubot jellemzi ez a felfogás, hogy nincs helye a jobbító kritikának, vagy nagyon ritkán van helye, mert nem mondom, hogy semmilyen esetben nincs, mert ez így nem lenne igaz, de sajnos nagyon sok esetben nincs helye. És ez szomorú, mert ez vihetne előrébb egyébként az összefogás, és az, hogy tényleg nem megsértődünk, hanem együtt megpróbálunk valamit jobban csinálni. A kérdés az akkor így utolsóként, záróként, hogy nevezzétek meg azt, hogy kik fognak a dobogón végezni, kik fognak kiesni, és hanyadik helyre várjuk a Lokit. Jó, ez lenne a hármas záró kérdés. Hát akkor kezdem én. Bajnoki címre én a Videótont várom, hogy behúzzák. Jelenleg is ők vannak az élen, igaz, csak hármas volt versenyben, de szerintem ott most ez az állandóság, ami jellemzi őket, meg egy erős kialakult keret, ez elegendő lesz ahhoz, hogy behúzzák ezt a bajnoki címet.
dobogóra várom még a Fradit, és hát harmadik helyre odaérhet vagy a Honvéd, vagy a Vasas. Szerintem ők ketten lejátszák egymás közt majd ezt a kérdést. Szerintem más csapat nem nagyon fog tudni beleszólni a dobogó kérdésébe. A kieső, hát az egyik az ugye egy Irmót lesz nyilván. Azért azt gondolom, hogy ők már most jelentős hátrányban vannak, és nem inném, hogy ők bele tudnának szólni itt a bennmaradásért folyó harcba. Szeretném azt remélni, hogy a másik kiesők nem mi leszünk, és nem is tippelem azt, hogy mi leszünk egyébként, hanem most így azt mondanám elsőre, hogy a Paks. Én abban biztos vagyok, hogy a Puskás Akadémia lesz a bajnok, mármint az MB2-ben, viszont a többi, ami az MB1-et illeti, ott teljesen egyetértek UEFA-nnal, tehát szerintem tehát jó, mondjuk nem teljesen értek egyet, mert én továbbra is a Fradit várom bajnoki címre. Én nem tudom miért, de azt érzem, hogy a Videoton nem fog tudni élni azzal a lehetőséggel, ami egyébként most adott a számukra. Szóval hiába van egy folyamatos fejlődés, egy nagyon bő keret, de én azt érzem, hogy ott edzői szinten vannak problémák, tehát nem feltétlen tudja jól kezelni ezt a nagy keretet norvég edző, szóval én ott ebben érzem a hibát. Én egyébként inkább a Vasast várom harmadik helyre, és nem a Honvédot, de hát ez tényleg egy nagy kérdője, és én is a Paksot tippelném a másik kiesőnek a Gyirmót mellett. Bár én egyébként, bár lehet, hogy ezt rajtam kívül sem kéne gondolja így, de én még a Mezőkövesdet is oda venném, mert hiába húztak most el, és tűnik megnyugtatónak az előnyük. Szerintem Szivicsel korán sem tudnak olyan eredményesek lenni, mint voltak Pinterre. Úgyhogy én még azt gondolom, hogy ők is nagyon visszaeshetnek a későbbiekben, nem lennék meglepődve rajta. Úgyhogy én a Paks és a Mezőkövest közül várom a másik kieső, de inkább a Paksra tippelnék. Dobogót, Ryan a Videótont, a Fradit és a Honvédot mondanám. Kiesőnek Gyirmót és a Paks, és a Loki pedig szerintem a 8. helyen fog befutni. Én is a Videóton Ferencváros és Vasas hármast mondanám így a dobogóra. A kiesésért vívott harcban pedig alul fog maradni a Gyirmót és a Paks. És remélem, hogy mi meg olyan 7. hely környékén végezhetünk. Igen, még én ezt kifelejtettem, magunkat hova várom. 9. hely. Hát dobogót, azt hiszem már mondták is, ez a Videóton első hely, Fradi második, és én viszont a Vasas tippelném a 3. helyre, mert szerintem a Honvéd gyengült ősszel, télen ősszel. És kieső hely az nyilván Gyirmót, és hát én is a Paksot mondanám, bár egyébként a Mezőkövesd az egy erős tipp volt, így bele se gondoltam eddig, hogy igazából simán lehet, hogy ők is kieső hely környékére fognak visszacsúszni. Magunkat pedig, hát nem tudom, én az elején mondtam, hogy azért én az átlagnál optimistább vagyok, én egy 6.-7. helyet várok a csapattól. Szerintem meg volt mindenki, de szóljatok, hogyha nem. Én Fradi Vidi Vasas dobogót várok 8. helyen a Debrecen, kiesőként pedig Gyirmót mellett vagy a Paksot, sőt igazából a Paksot várom, de azért én úgy gondolom, hogy a Diós Györnek is nagyon-nagyon kemény őszi szezonja lesz, úgyhogy nekik is nagyon, tavaszi szezonja így van, úgyhogy nekik is nagyon-nagyon kell kapkodniuk. És azért az NTK is ott van, tehát ez a hármas, illetve velünk együtt ez a négyes, ez nagyon-nagyon kemény harcban áll egymással, majd reméljük, hogy nem mi húzzuk majd a rövidebbet. Várjátok a Fradi elleni meccset? Várjátok a tavaszi szezont? Nem ez volt az első kérdés az adásban. De pont ezért vagyok kíváncsi, hogy most a beszélgetésünk hozott-e bármiféle változást. Hát szerintem eddig is vártam mindenki, és ezután is várja, úgyhogy nem hiszem, hogy itt bárki is azt mondaná, hogy fú, én nem várom is. Nem hát várom de lehet, mindenki. Hogy aki minket hallgatott, az most elgondolkozott, hogy milyen sok rossz dolog van, és akkor ő már nem várja. A helyzet változatlan.
Az azt üzenjük, várjátok és gyertek ki a stadionba, ennyi. És aki nem ért velünk egyet, azt meghívjuk egy sörre. Így van, intézem is. De ő a közönetet. Bemész, és akkor elképzelhet, hogy mindenkinek a vendége vagyok. Na hát ez lett volna a tavasz kezdő nagy Loki Block podcastünk. Nem tudjuk, mikor lesz a következő ilyen nagyobb, de nyilván a megszokott kis mini heti hármasokkal majd jelentkezni fogunk. És hát ugyanúgy, ahogy megszokhattátok, jönnek a beharangozóink, összefoglalóink és egyéb ilyen jellegű cikkeink. Tavasszal nagyon sok mérkőzésen szeretnénk rádiósan közvetíteni, még akkor is, hogyha adott esetben tévés a találkozó. Úgyhogy ezt várhatjátok tőlünk tavasszal. Nagyon köszönjük azt, amit az Atlantic Cup során, a Békés Csabaj felkészülési mérkőzés során és a Pontes interjú során kaptunk tőletek reakciót, pozitív, illetve negatív jellegű kritikát, ezekből tudtunk tovább építkezni, és tudunk tovább építkezni. Nagyon komoly időszak van mögöttünk ismét, mindig valahogy az az év vége, ez a január, annak ellenére, hogy általában így nyugis a csapat szempontjából számunkra mindig jelentősebb eseményekkel teli, ugye ne felejtkezzünk el a Semleges tér fél heti adásairól, nagyon érdemes lesz vasárnaponként élőben hallgatni, vagy akár utólag végighallgatni, mert ugye most már beindul a szezon és a mérkőzésekről lesz szó elsődlegesen, illetve majd MLS szóvívő Sipos Jenő is csatlakozik a társasághoz az egyik vasárnapi napon. Úgyhogy köszönjük megtisztelő figyelmeteket, köszönjük a sok reakciót és mindazt, amivel elláttok bennünket energiával a hét közepén is és a meccsek idején is. Úgyhogy köszönjük nektek. Sziasztok, hajrá Loki, mindöröki hajrá Debrecen. Sziasztok. Sziasztok, hajrá Loki. Köszönjük a figyelmet, sziasztok, csak a Loki. Sziasztok, hajrá Loki, köszönöm a figyelmet. Sziasztok.